Tisztelt ünnepélyesre egybegyűltek, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! A szükség erőssé forrasztja a nemzetet, sosem látott energiákat szabadít fel az emberben, közösséget gyúr, vágyakat ébreszt, lángot lobbant. Sosem lett volna forradalom 1848 Magyarországán, ha ez a végtelen sodrás el nem éri a hazát, ha az elnyomás, a jogkiprás, a kitaszizottság nem ér az egekig, ha a nemzet elfogadja a szolgasort. A kilátástalanság évtizedei, évszázadai kovásszá alakították a magyart, a nagy idő hatalmas embereket formált a históriának. 162 éve, 1848. március 15-én itt volt az idő. Maga a nap semmit mondóan indult. Hűvös reggel ébredt az ország, bánatosan szemelkélt az eső, a közelgő tavasznak még szinte nyoma sem volt, akárcsak most. Petőfiék törzshelyükön a Pilvax kávéházban gyülekeztek, javarészt írók, költők, ifjú művészemberek, hogy aznap forradalmat csinálnak, az már az előző este eldöntötték, amikor hír érkezett arról, hogy Bécsben kitört a felkelés, barrikádok állnak, Metternich kancellárt elsöpörte a népharag. Az eredetileg március 19-et tervezett pesti zendülés időpontját így másnapra hozták előre. A történeti hűség kedvéért meg kell jegyezni, hogy azon a reggelen Pilvaxban nem volt igazán forradalmi a hangulat. Az ifjak fázósan elemezték a helyzetet, sóhajtoztak, toporogtak, Jókai egyenesen kifakadt, hogy ilyen cudar időben nem lehet forradalmat kirobbantani. Ekkor Petőfi az ajtóhoz pattant, és kijelentette, innen pedig csak forradalmárok tehetik ki a lábukat. Ami ezután következett, az már a márványba vésett magyar történelem. Jurátusok, Landerer Hekanes nyomda, nemzeti dal, 12 pont, nemzeti múzeum. Ugye ismerősek a szívszorító pillanatok, események, helyszínek. Egyetlen nap alatt óriássá nőtt egy leírtnak hit nemzet. A szabadságharca kényszerített forradalom sors tragédiája ellenére történelemformáló mozzanata lett a magyar históriának. A rákövetkező esztendők március 15-éi az idők során példává, mérföldkővé, amolyan totemoszloppá nem esettek, jó és rossz időkben, háborúban és békében, diktatúrában és demokráciában, jólétben és ínség során, mindig, mindenütt ugyanazt az üzenetet hordozták és hordozzák ma is. Azt a szót, amely erre a napra vonatkozóan soha nem lesz elcsépelt. Hazaszeretet. Legyen bármilyen is az időjárás odakint, vagy ideben a szívekben, ő a tavasz hírnöke. Nemzeti ünnepünknek, bármekkora is volt diktatúrákban az igyekezet, sohasem lett vörös a színe. Bizonyára sokan emlékszünk a 80-as évek elejének komcsi ármánykodására, amikor a bárgyon összetákolt fénynapok keretében próbálták a nemes forradalom eszmeiségét a hozzácsapott március 19 és április 4-e hazugságaival tompítani, illetve az emlékezetből kitörölni. Szerencsére ez nem sikerült nekik. Reméljük, a történelmi igazságot szolgáltat, és ezt a balliberális eszmeiséget helyezi oda, ahová való. Március 15-e piros, fehér, zöld. Kokárdánk is ugyanilyen. Az idén is öltöztessük nemzeti színűbe a szívünket, most igazán nagy szükség van erre. Most tényleg itt az idő. Keresve se találni alkalmasabb dátumot, mint az idei ünnep, hiszen Petőfi Sándor talpra szólított népe már esztendők óta térdre rogyott, keserében hétrétig görnyedt, megalázták, kiszipolyozták, lábukat törölték benne. Magyarországot elözönlötte a gonosz, mindent elvett, elvitt, csak a hitünket nem tudta. És a mi hitünk a jó Istentől kapott, ebből a márciusi napból is fakad. Ebből merítve fogunk elmenni április 11-én, mert mindnyájunknak el kell menni, választani, elkezdeni építeni egy jobb országot. A Nemzeti Múzeum helyett higgyétek el, most itt velünk és bennünk kezdődik majd az új történelem.
De ugyanazzal a hívvel, ugyanazzal az akarattal, ha mindnyájan úgy gondoljuk, hogy esetleg esik az eső, vagy havat hord a szél, semmi baj, ezt az ünnepet semmi sem tudja elrontani. Petőfi azon a napon azt kiáltotta a múzeum lépcsőjéről: le az esernyőkkel, hogy fogunk holnap golyózáporban állni? Itt nem lesz golyózápor. De emlékeztetnénk rá, hogy a tavalyi március 15-én is volt egy kis szemelkélő eső, és a helyi hatalmasságok és intézményvezetők ettől megijedve ki sem jöttek a művelődési ház védelméből, hogy fejet hajtsanak itt a szobor előtt, inkább koszorúzták bent az előtérben lévő kétes eredetű domborművet. Nekünk bárhogyan is alakítja életünket az idei tavasz, bár meggyőződésem csak egyféleképpen alakíthatja, rügyet fakaszt, reményt ültet a szívekbe. Március 15-ékre mindig szükség lesz aféle zsinórmértéknek, hogy tartjuk-e a helyes irányt, amit azon a 162 esztendővel ezelőtti napon szépapáink kijelöltek a nemzetnek. Mert nem teheti meg a nemzet, hogy vezetői mindenféle kiskapukat választanak, zsebszerződéseket kötnek, kijátsszák a kétkezi embert, elkártyázzák az ország vagyonát, illetve taliskával tolják azt át offshore cégeikbe a hátunk mögött. Örökre érvényes a nemzeti dal idevágó sora: rabok tovább nem leszünk. Sokat ennivaló, sokkal több, mint gondolnánk. Egy egész ország vár az elszámoltatásra, a felelősök megnevezésére, megbüntetésére. És az igazi függetlenségre, amely azon a felejthetetlen napon is első volt az elsők között. Most nem a csatatereken kell helytállni, de a helyzet mégis hasonló. Közös erőfeszítés nélkül nem kerülhet ki az ország a bajból. Az annyit emlegetett változás nem valósulhat meg, ha csupán szavazatunk leadását tekintjük feladatunknak, hogy aztán az új kormánytól várjuk mindenre a megoldást, és a régi módon működtessük a magunk is világát. A 80-as évek zsákutcájából csak akkor van kiút, ha nem csak a demokratikusan megválasztottak sáfárkodnak okosan a rájuk bízott hatalommal, hanem a polgárok, mi valamennyien belátjuk. Az alkalmatlanná vált kormányzat, a mi kis korrupt helytartó tanácsunk lecserélése nem a történet vége, csak a kezdete. A változás bennünk kezdődik. Tisztelt barátaim! 1948 márciusában, a 100 éves évfordulón, Márai Sándor a naplójában, a kommunista diktatúra felé rohanó Magyarországon így töpreng: ma 100 éve szavalt Petőfi. Igaza volt? Nem inkább aranynak, tompának volt igaza? Ők tudták, hitték, hogy egy nemzet akkor cselekszik történelmien, ha megmarad. Petőfi azt hitte, a nemzet akkor marad meg, ha cselekszik. Az idő most dönt, lassan, ebben a percben. Azóta is minden generációnak megvan, megvolt a maga megmaradás pere. A 12 pont születésnapja ma sem valóság, még mindig igény, változatlanul végrehajtandó parancs, megmaradásunk programja, mert a legnagyobb magyarral, Széchenyivel együtt hisszük. Magyarország nem csak volt, hanem lesz is. Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk. Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Kérdezte feledhetetlen dalában Cseh Tamás. Igen. Maradunk itten, maradunk, itt maradunk. Kedves barátaim, itt az idő, mi meg benne, magyarok maradunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.